90-es év az még egy érdekes év volt. 90-ben akkor változott a, a szerepem, vagy a beosztásom még a, a belül, mert akkor már tényleg ilyen, hát nem tudom, hogy hogy hívják, talán az a legjobb kifejezés, ilyen általános vezérigazgató lettem, és akkor, akkor nagyon sok minden hozzám tartozott, de azért alapvetően azok, amik, amik a korábbi években. De hát akkor már jött a, vagy hát zajlott, vagy kezdődött a az rendszerváltás, és akkor mindenki, mindenki tudta, hogy, hogy hát itt most lehet tervezni, de nem lehet tudni, hogy, hogy mi lesz a vállalta. És volt még egy nagyon fontos ö, esemény 90-ben, hogy 1990-ben már ö, engedélyt kért például a National Endangered és külföldi biztosítók, magyarországi biztosítók, Alapítására, illetve létrehozására. Még a korábbi két évhez tartozik még egy, egy fontos elem. Az állami biztosító csinált egy, egy vegyes vállalatot a Generálival. 50-50 százalékos vegyes vállalatot, ami kimondottan a vagyonbiztosításokra vonatkozott. Ahogy mondtam, a Hungária kapta a vagyonbiztosítást ugye a szétválláskor, 86 ba de közben 87-től mi is elkezdtünk vagyonbiztosítással foglalkozni, és akkor a Generálival letárgyaltunk egy, egy vegyesvállati struktúrát, amiben öten voltak az igazgatóságban. Tulajdonképpen a döntési jog az nagyon sok mindenben a mi kezünkben maradt, a szakmai kérdésekben inkább az ő kezükben, ami, amit én helyesnek is tartottam, mert mert azért a szakmához ők jobban értettek. Ez a generáli, ez tulajdonképpen nem is a generáli volt, bár formálisan ugye a generáli volt a tulajdonos, hanem az Erste Allgemeine, amelyik a generálinak az akkori, hát hogy mondjam, kelet-európa, tehát egyik legfontosabb leányvállalta volt, és annak volt ez egy leányvállalta. Na ezt azért érdemes elmesélni, mert majd mindjárt ez elvezet a 90-es évek, első két évének egy nagyon fontos eseményéhez, a privatizációhoz. De a Generáliban is volt nekem egy személyes feladatom, ugye én ott voltam az igazgatóság elnöke. De egy olyan helyzetben voltam elnök, hogy, hogy nem volt döntő többség, tehát nem tudtunk többségi határozatot hozni, úgyhogy az a két év az nekem azt tanította meg, hogy hogy kell egy vállalatot úgy vezetni, vagy egy ilyen részvintárságot úgy vezetni, hogy, hogy kompromisszumokat kell hozni. Ott nem lehetett úgy dönteni, hogy na én ezt mondtam, akkor ez így lesz. Ők se tudták ezt mondani. Úgyhogy az egy, egy kicsit ilyen diplomáciai iskola is volt. De, de, abban is sokat tanultam, mert abban nagyon rendesek voltak, hogy megengedték, hogy az ő gyakorlatukat azért megnézzük, úgyhogy Bécsben én nagyon sokszor jártam, szerencsére az tényleg kocsival nagyon közel volt. Úgyhogy, úgyhogy az egy nagyon fontos tanulási folyamat volt. Szakmailag, politikailag, ilyen értelműen vállalatpolitikailag, és abban is, hogy hogy, hogy kell professzionálisan, hogy lehet profitot csinálni egy vállalatból. Mert amit ugye nem mondtam, hogy azért a 90-es évek előtt ez a biztosító, ez egy veszteséges vállalat volt. Amit mondtam avval, hogy a Hungária vitte a nyereséget, mi vittük a veszteséget, ez egy veszteséges vállalat volt. De ez a része, ez a pici része, ez a vállalati vagyon, ez azért egy, egy kis profitot termel. Tehát végre lehet, megmondom, nekem ez belül is adott egy nagy lökést, hogy végre volt egy olyan egység, ahol, ahol már láttam, hogy lehet pozitívan is eredményt, eredményt csinálni. Na, úgyhogy tulajdonképpen a 90-es évhez úgy jutottunk el, hogy nekünk volt egy vegyes vállalatunk a generálival. A hungária az élt már Allianz tulajdonban, többségi tulajdonban, és az összes külföldi vállalat kezdett bejönni Magyarországra. Tehát még nem jöttek be, de már ott voltak a, a kérelmek, és, és aztán utána az alapítások. Kvázi parancsba kaptuk, hogy akkor privatizálni kell az ábit. Úgyhogy ez a feladat, na, ez volt az, amikor én azt mondom, hogy napi 15-16 órát. Tényleg annyit dolgoztam, hazamentem aludni, és jöttem vissza. Mert vagy úton voltam valamelyre, hogy a privatizációt előkészítsem, vagy itthon kellett szaladgálni a, a fiókomba, meg hát vezetni a szervezetet. Szóval az első nagy döntésem az volt, hogy én azt láttam, hogy nagyon sok az administratív vezető ebben a vállalatban, és nem tudtam jobb ötletet kitalálni akkor, mint hogy azt mondtam, hogy hát az országot ismerem, van 19 megye, lehet, hogy a 19 megyéből lehet csinálni 6 régiót. És nem kell 19 megye, igazgatóság, csak 6 régiós igazgatóság. De miután ugye minden vállalatnál úgy mondja, a vezetők, tehát az ilyen közbülső réteg az sok pénzt viszel, mert drága emberek, sok. Ezért ez azért egy nagy Költségcsökkentést is jelentett, és még egy dolgot jelentett, amit én nagyon fontosnak tartottam, hogy a 19 megyei igazgató között volt 6 nagyon tehetséges, általam nagyon tehetségesnek ítélt, de 19 nem volt. Úgyhogy a 6 tehetséges régióvezető, vagy mert vagy megye igazgatót, pardon, kiválasztottam, és ezzel még egy dolgot tettem, amire úgy utólag jöttem csak rá, hogy ők azért véleményformálóak voltak ennél a biztosítónál, és ha őket magam mellé állítottam, az mindenképpen adott egy belső támogatottságot az egész folyamatnak. Még akkor is, hogyha egy csomó embert ez borzasztó rosszul érintett, mert elhihetik, 13 megyében ellenségeim voltak, csak ö, barátom nem sok. És akkor ezt az első másfél évben megcsináltuk. Azt is tudtam, hogy, hogy tulajdonképpen 120 fiókra nincs szükség, de ott, ott oda nem mertem, nem mertem hozzányúlni. És nem is volt hozzá erőm. Tehát tulajdonképpen az első másfél évben egy bátor lépést tettem, ez a hat régióvezetőnek a kiválasztása, akik tulajdonképpen abban az időszakban menedzselték az értékesítést. És az elején mondtam, hogy azért az értékesítés a legfontosabb, és miután tudtam, hogy a hatból legalább öt értékesítésben nagyon jó, ezért abban is biztos voltam, hogy az értékesítésünk az jó kezekbe kerül. És tulajdonképpen még azt is lehet mondani, hogy ez ők, ők ilyen kvázi barátok lettek. A másik feladat az volt, hogy ugye a vállalat itt maradt vezetés nélkül, vagy félig meddig vezetés nélkül, egy csomó ember, tehát a mezőgazdaságot vezető tarján elment nyugdíjba, tehát egy csomó ember eltűnt a felső vezetésből, és akkor kellett új vezetőket találni. Na ebben, ebben nem volt könnyű a dolgom, mert nem biztosítóshoz nem mertem nagyon hozzányúlni. Tehát, hogy, hogy hívjak olyanokat kívülről, akiknek nincs biztosítós múltja, az nagyon merésznek tűnt számomra, mert, mert hát, hogy, a szakmát nem ismerik, és úgy, úgy azért az rizikós volt. Volt olyan terület, ahova hívtam új embert a, az aktuáriusi terület, tehát ami ilyen szakmai volt, és az, arra tudtam olyat hívni, az egy volt gimnáziumi osztálytársam volt, akit meggyőztem, hogy matematikusból pillanatok alatt lesz aktuárius. Tehát ilyen szakmai területekre egy-két helyre tudtam hozni olyat, aki, aki már jó volt, és a többiekből ki kellett választani egy-két embert, aki, aki, megpróbálja ezt a vállalatot újraépíteni. Ők is, ez a 40-es korosztály volt, tehát 38 40 Hát ez volt a, az itthoni életem. A nem itthoni életem pedig az volt, hogy, hogy az akkoriban nem tudom mennyire ismert, ugye meg volt egy teljesen szabályos menetrendje a privatizációnak, amit nem tudom hányan tartottak be, nem mondanám, hogy az ország többsége, de mi ezen a privatizációs menetrenden mentünk keresztül. Tehát lépésről lépésre. Elő volt írva, hogy a állami vagyonügynökség kiválasztja a tanácsadót. Kiválasztotta a Morgan Greenfield nevű angol tanácsadó céget, meg volt. Akkor még jött egy érdekes javaslat az ÁVÜ-től, az volt a vagyonügynökség, hogy Hát jó lenne, ha nekünk is lenne egy tanácsadónk, mint menedzsmentnek. És akkor én mondtam, hogy hát ez nagyon jó ötlet, de mit csinálna ez a tanácsadó, mert nekem nem, nem kell tanácsot adjon, mert nem én, tehát nem én vagyok a tulajdonos, nekem hiába a tanácsot, ha az ávűnek kell egy tanácsadó, akkor még egy tanácsadó, akkor az lehet, de nekem... Úgyhogy volt egy elég kellemetlen beszélgetés, mert ők megmondták, hogy kit szeretnének, kit javasolnának, mindegy. És akkor én mondtam, hogy nekünk nem kell tanácsadó, úgyhogy maradt egy darab tanácsadó. Na most ez a tanácsadó, ez készített egy ilyen privatizációs dokumentumot, tehát hogy kik a potenciális vevők, és akkor az volt az egyik remek feladatom, hogy nekem végig kellett látogatnom ezeket a biztosítókat. Ebben benne volt az UAP-tól, RGF-től kezdve, franciák, voltak angolok, voltak németek, volt a generáli, Hát volt egy lista, amit ők hoztak, hogy ezek lehetnek a potenciális vevők, és én olyan voltam, mint amilyen minden investor rócsóba van, hogy a, elmegy a, a vezető, és megpróbálja eladni a, a szóval cégét. Ilyen népszerű, népszerű volt a körükben, annak ellenére, hogy korábban vesztességgel működött, hogy ez hogy volt? Hát nem. Ők úgy nézték, hogy ez egy veszteséges vállalat, nekem ennyit ér, ha ennyiért meg lehet szerezni, akkor én ezt a következő 5-10 évben visszakeresem. Hát nyilván ugye egy befektető az mindig így, így gondolkodik, hogy nem az adott, az, hogy az adott időszakban mit csinált, és azt, azt nyilván végiggondolták, hogy mit csinálnának ők, hogyha megkapnák a, a dílt vagy a, a vállalatot. Úgyhogy én két évig, vagy már hát nem két évig, egy évig utazgattam a európai országokba, de az tényleg úgy volt, hogy kimentem reggel, délben találkozó, ugye Franciaországban ott Akszától kezdve, tehát csomó ismert biztosítóval találkoztam, este általában vacsora, mert ugye akkor folytatódott a, az, én azt úgy hívtam az én kínzásom, mert ugye ilyen helyzetekben mit akartak, hogy minél több információt, hogy mi van ebben a vállalatban. És akkor zajlott ez tovább, és, és utána másnap tárgyalás, és jöttem haza. És mellette azért a vállalatot itt vezetni kell. Úgyhogy nekem a logikus, tehát ugye egy, én itt ültem ebbe a, a székbe, nekem úgy tűnt, hogy tulajdonképpen ezt, most lejátszuk ezt a folyamatot, de a generáli az ben van a vállalatban. Hiszen mondtam, hogy van egy 50%-os de az nem csak azt jelentette, hogy volt egy 50%-os vegyes vállalatunk velük, hanem azt is jelentette, hogy mindenkit ismertek ennél a vállalatnál. Mert, mert hát a, a, az ott dolgozó magyar kollégák azok innen mentek el. Az ott dolgozó felső osztrák vezetők azok ide látogattak. Tehát ő egy olyan helyzeti előnyük volt, amire azt mondanám, hogy olyan, mintha a 100 méteres síkfutáson valaki 10 méter előnyt kap. Hát azért az, az egy kicsit sok mondom, mindegy, tehát a generális is ugyanígy benne volt ebben a, ezen a listán. És október környékén történt két dolog. Én elmentem, meghívtak engem előadni az Erasmusra Rotterdamba, és ott egy helyi magyar, Tóth Miklós eljött erre az előadásra, és utána oda jött hozzám a szünetbe. És mondja, vagy az előadás után hogy ő most elvinne engem egy fél órára egy találkozóra, egy holland cég vezetőjével. Mondom, jó. Tudtam a holland céget, tehát ismertem, mert rajta volt a listán, de még nem, nem találkoztam velük. Elmentem, és akkor Herbert Fischernek hívták, ő volt a vállalatfelvásárlásokért felelős vezető ott, és beszélgettünk egy fél órát, mondta, hogy őket is érdekli, meg hogy de tulajdonképpen ez egy ilyen nagyon, hogy milyen baráti beszélgetés volt, baráti abban az értelemben, hogy semmi üzleti dolog nem hangzott el, ennyi történt. Majd rá két hétre. Hirtelen megjelent a, a Morgengrenf, mert ugye mindenkinek hozzájuk kellett menni. Tehát nem hozzánk jöttek, hanem rögtön a tanácsadóhoz mentek. és megjelent, és mondja, fölhívnak engem, hogy hogy hát ez az Egon, ez most elkezdett érdeklődni irántunk, és jönne egy, egy, három hétre, három, igen, két hétre vagy három hétre a információs szoba, mert ugye információs szobát is kellett csinálni, jönnének ide látogat, meglátogatni. Így is lett, csak akkor eljöttek, hát én nem tudom hányan voltak, de voltak vagy 15-en legalább, csak arról tudom, hogy mindig nagy vacsorákat kellett nekik szervezni. Szóval eljöttek, megnézték a, a, céget. És akkor eljött egy, egy estére az európai főnökük is. Tehát ennyi történt. Közben a generálinál meg az történt, hogy, hogy ott, ha jól emlékszem, vezérigazgatóváltás volt a generáli központjában. Ami azt jelentette, hogy a Generali egy ilyen, hát milyen kacsa, hogy szóval ilyen, e, olyan helyzetbe került, amikor töntésképtelenné váltak. Tehát az Erzstalgemeine, akihez tartozott ez az egész kelet-európai blokk, ők nagyon akarták. Tehát a, a Kárner, ugye akkor ő volt az Erzstalgemeine-nek a vezérigazgatója, az többször mondta, volt egy, egy magyar kollégája a Mr. Virág, vagy a Herr Virág, és ő pedig föl is hívott, hogy hát akkor mit kellene csinálni, hogy ők, ők képbe jöjjenek. Mondtam, hogy hát semmit nem kell csinálni, föl kell hívni ezt a tanácsadót, és be kell adni az ajánlatokat. És akkor zajlott, ez már ugye a következő év elejére átsúszott, mert azért a folyamatok nem ennyire gyorsak, és a Német vagy az a olaszok egyszerűen nem tettek lépéseket. Tehát nem tudom, mi történt, kész voltak szerintem ők is az ajánlatukkal, de nem történt, ha jól tudom, semmi. Volt még egy anekdota, amit talán érdekes, de csak inkább ilyen humoros, hogy én akkoriban tanultam a középiskolában franciául, de akkor 90 elején elkezdtem újra franciául tanulni, nem azért, mert arra számítottam, hogy franciák vesznek meg, hanem mert egyszerűen mondtam, hogy nyelvekben nem voltam annyira jó, gondoltam, hogy egy kicsit még tanulok. Na és ebből mindenki levonta a következtetést, hogy vagy az AXA, vagy az ő AP fogja megvenni a vállalatot. Na és akkor 2000, vagy 1992 legelején engem a Surányi Gyuri volt az első, akit meghívtak a World Economic Forumra, és akkor 92-ben engem is meghívtak, így kelet-európaiként, hát tényleg alig-alig hívtak meg valakit, meghívtak oda ö, Davosba. És akkor beültünk a kocsiba, a feleségemmel végvezettünk, odaérkeztünk, a történetet majd külön elmesélem, az egy nagyon izgalmas út volt, de végül odaértünk. És ö, egyszer csak az első vacsoránál látom, hogy ott van az európai főnök ennek a, az EGON. Cégnek. És a főnök oda jön hozzám, és azt mondta, hogy szeretne velem vacsorázni. Jó. Másnap reggel oda ment a Zágihoz a főfelesége, és mondta, hogy jó lenne együtt reggelizni. Na, nem akarom hosszan mesélni, négy napon keresztül gyakorlatilag ők velem, velünk vacsoráztak, ebédeltek, meg mi kávéztunk is, meg hát volt a konferencia is, de de nekem ebből az volt a, a, nagyon tanulságos, hogy ez a házas pár, ez minket tesztelt. Tehát úgy tesztelt, ahogy én még, szóval sok vizsgám volt az életemben, de ilyen vizsgám még nem volt. Mert nem direktben, ő egyszerűen az én életfilozófiámat próbálta megérteni, ki vagyok, mi vagyok, milyen a hátterem. Teszteltek, vagy udvaroltak is? Nem, nem, csak teszteltek. Tehát semmi, az udvarlás ők azért egy dologgal tisztában voltak, hogy nekem nincs befolyásom a döntésre. Tehát ők igazán egy dolgot akartak tudni, hogy ha ők beszállnak, akkor mire számíthatnak. Nem a üzleti titkokra, mert az, az nem érdekelt őket, mert azt a papírokból tudták. Inkább az emberek, hogy, hogy, milyen, ugye azt azért én nagyon sokszor láttam, hogy amilyen, hogy ahogy a, kinéz a vezető, azért az nagyon sokban befolyásolja, hogy milyenek a munkatársa. És szerintem ez volt az ő filozófiájuk akkor. Na, így februárban kiderült, hogy ő azért jött oda, ő is meg volt hívva sokszor, de nem szokott elmenni, de azért jött oda, hogy engem valószínűleg tesztelje. És hazament, és ezt is ezt se sokan tudják, ez, ez, nem üzleti titok. Hazament, és akkor tett egy javaslatot, hogy vegyék meg a vállalatunkat a saját borgyának, amiből négy emberből hárman ellene voltak. És akkor végül, mert azt mondták, hogy ennek semmi értelme, ez egy káoszban levő ország, inflációja csak 28 százalék, vagy mit tudom, mennyi volt akkoriban, egy rom, romokban levő helyzet, most minek nekünk ez a vállalat? És a végén a vezérigazgató, tehát az ő főnöke azt mondta, hogy figyelj, de ha te azt mondod, hogy szerinted érdemes, akkor én elfogadom, te felelsz ezért a régióért. Ennyi. De többet ne várj tőlünk, innentől ez a, azt gondolom, azt mondta neki, hogy ez a te balhéd. Így tettek ők javaslatot, vagy ajánlatot. Tehát ez, a, ez az Egon sztoria.